Állj készen a szurkolásra! A Mobcast támogatója az Allianz. A Mobcast vendége Magyari Alda, olimpiai bronzérmes és kétszeres világbajnoki ezüstérmes vízilabdakapus. Szia Alda, 23 évesen ez a kis rövid felsorlás szerintem elég jól néz ki, nem? Szokás 23 évesen ennyi mindent felmutatni, tudni? Hát szia, hát nem tudom, biztos, hogy volt már ilyenre példa. Azért örülök, hogy fel tudtad ezt vagy mondani, de reméljük még lesz több. Reméljük, hogy lesz több, megmondom, a korodból adódóan azért elég logikusan hangzik, mert a magyar vízilabda azért, hogy mondjam, mindig esélyes egy éremre. Ez most ilyen nagyon immédia stressz, és mondtam azt, hogy nem is csak a sportról akarok beszélgetni még a műsor előtt, de hogyha már így belekezdtünk, akkor egy picit erről a legutóbbi éremről szerintem beszéljünk, mert itt aztán olyan nyomás alatt voltatok, szerintem mindenféle nyomás volt. Magatokon, az Európa-bajnokság után rátok került egy csomó még kívülről is, és úgy néz ki, hogy ezt a nyomást elviseltétek ezzel a nagyon szép világbajnoki ezüstéremmel és az olimpiai kvalifikációval. A számomra leginkább az jelzi vissza, vagy az tükrözi azt, hogy mennyire jól viseltétek el, hogy az 5 méteres párbajokat, amit korábban egyébként a női válogatott nem annyira nyert meg, most kétszer egymás után tét helyzetben. Hát igen, amúgy ezen sokat gondolkoztam, mert én sokkal jobban éreztem a nyomást az EB-n. Valahogy úgy minden mozzanat után éreztem, hogy mindenki figyel minket, és mindenhonnan arra várnak, hogy most mi lesz. És ezt a VB-re szerintem így, nem is az, hogy elfogadtam, vagy én személy szerint, hanem ahogy a csapat, hanem hogy így más, átváltott mássá, és sokkal jobban tudtam élvezni az egész VB-t. Még akkor is, amikor még az elején ugye nem volt biztos a tokiói szereplés, vagy mi az, bocsánat, a párizsi szereplés sem, és az egész VB sokkal más hangulatú volt szerintem csapaton belül is, meg így személy szerint is, és én valahogy ezt a nyomást nem éreztem ott, és nem tudom, hogy ez nyilván biztos kihozta az is, hogy a csapat ugye maga más lett azért, aha, de hogy fura, de ezt a nyomást nem éreztem, és lehet, hogy ezért is tudtam én is sokkal jobban szerepelni. Lehet, hogy Mihó Katila és Cseh Sándor valamit nagyon jól csinált, hogy ez a nyomás akkor már nem volt ennyire érezhető. Én arra is gondoltam egyébként itt a felvezetésben, hogy mert az Európa-bajnokságon nem sikerült a kvóta, akkor nyilván ez az egy maradt, hogy megszerezzétek, és a közvélemény sem kímélt annyira benneteket az EB után. Úgy csapatos túl, ugyanban. Hát igen, hát ez ilyen, amikor nyerünk, akkor mi vagyunk a legjobbak, amikor nem, akkor hát mi vagyunk a rosszabbak, vagy még annál is rosszabb, de... Igen, az utolsó esély az megvolt, és ezt hangsúlyozta ki is. Szóval erről volt szó is csapaton belül is, edzők előtt is, hogy ez az utolsó esély arra, hogy mi tudjunk szerepelni az olimpián. És mégis azt gondolom, hogy ez nem egy nyomást tett ránk, hanem plusz motivációt talán, ezt tudom mondani, és még több energiát adott, hogy mikor, hanem most, ugye ez már volt egyszer a kis szlogenünk ugye az igen, olimpián is, és én azt gondolom, hogy mindenki így állt hozzá, és tudta, hogy ez egy utolsó esély, és hogy ezzel nem szabad játszani, és most tényleg bele kell tenni mindent, de tényleg én nem is azért, mert ezüstérmesek lettünk, hogy csak a pozitívumot mondjuk, mert nyilván azért van hiányérzet mindenki felől, nem csak felőlem a döntőben, de hogy tényleg nem. Én felszabadultan játszottam, és én úgy érzem, hogy mindent kiadtam magamból, ami bennem volt ezen a világeseményen. Nyilván nem azt mondom, hogy 100%-os voltam, mert ha az lettem volna, se tudnám azt mondani, mert aki ismer, az tudja, hogy én még annál is mindig szeretnék jobb lenni, de azt gondolom, hogy nem volt ez a nyomás, ami amúgy lehetett volna, vagy pedig lehet, hogy ezt kell nekünk, nem tudom, hogy nyomás alatt jobban játszunk, de én jól éreztem magam a VB alatt, az biztos, hogy el is fáradtam. Tényleg én úgy érzem, hogy kiadtam magamból mindent, de ezt a csapat részre is el tudom mondani, és szerintem mindenki úgy jött ki, amit amúgy megbeszéltünk, hogy úgy legyen vége a VB-nek, hogy tényleg ne hagyjunk magunkba semmit, hanem adjunk ki mindent, és aztán lesz, ami lesz. Nyilván ennek most ez a jobbik verziója, hogy egy ezüstéremmel tudtunk hazajönni, de azt gondolom, hogy mindent megtettünk tényleg.
Fogunk még beszélni a lesz, ami leszről, mert hogy lesz majd egy olimpia is, de szerintem most kezdjünk el arról beszélni, hogy ez a lendület, ami téged, ez a sodró lendület, ami jellemez téged, és mondtad, hogy kifáradtál a végére, én nem csodálom, mert te egy annyira energikus ember vagy, annak tűnsz, és azt hallottam, hogy te magadat előszeretettel akár vadállatnak is apostrofálod, és emellett pedig például Neszmé Bogi, a másik kapus pedig a Buddha. Ezek a te szavaid, azt hiszem. Hát nem magamra mondom, hogy én vagyok a vadállat, de ezt nagyon sok mindenki mondja. Aha. Csak így egyszerű fogalmazni, és akkor érthetőbb is. De valóban én azért eléggé hát magas hőfokon égek a vízben, és a Bogi ennek teljesen az ellentéte. És azért szokták viccesen ezt mondani a lányok is akár, hogy a Bogi a kis Buddha, én pedig a vadállat, ahogy neveznek. Mert én szeretek megörülni a kapuban, hiszen nem akkor vagyok a legmagabiztosabb is, amikor így átváltozom, és tényleg, mint hogyha egy másik alda lenne a kapuban. És akkor teljesen ösztönből csinálsz mindent? Hát egyébként mondhatjuk, főleg úgy, hogy amikor így ilyen, mondhatjuk akár, hogy flow-ba vagyok, ugye, akkor én az egész mérkőzést elfelejtem. Szóval, hogy így utána így nem is emlékszem semmire. Szóval tényleg annyira durván, mint hogyha valami, nem tudom, szuperhős lennék, és akkor este mindenkit megmentek, reggel meg felkek, és mi történt velem, mit csináltam este, de hogy így tényleg így teljesen átváltozom. Hát én ilyen vagyok, ez elég fárasztó is. Inkább azért fárasztó, mert sajnos nem vagyok egy jó alvú, és főleg a meccsek után nagyon keveset tudok aludni, és ezen kell még nagyon sokat fejlődnöm, hogy a meccs után tudjak normálisan pihenni és feltöltődni, mert sajnos ott is még az az őrült alda magyaráz a fejembe, és egyszerűen nem hagy aludni, de azt gondolom, hogy erre is megvannak a módszerek, szóval majd fejlesztem, most még azért van egy 5 hónapom rá, és akkor mindent kimaxolunk, hogy jó legyen. Hát meg még van mondjuk 10-15 éved rá, mert hogy nem csak Párizsig tart az élet, de persze értem a célzást, a legközelebbi nagy cél. Az jutott eszembe, hogy például, hogy nem tudsz aludni jól, mert hogy nagyon szeretsz túl, illetve nem szeretsz, de ez van, hogy túlgondolsz dolgokat. Mm-hmm. Például az 5 métereseknél is túlgondolod a dolgokat. Tényleg? Hát igen. Hogy gondolod túl? Sajnos ez egy nagyon rossz adottság, vagy nem tudom, ez nem is adottság, ez egy rossz dolog, mert egy csomószor van, hogy elsőre megmondom, hogy hova fogja lőni, és addig magyarázok a fejembe, amíg teljesen máshova... Dupla csavar. Igen, helyezkedek, vagy ugrom az 5 méteresnél, és hát az utolsó alkalommal, amikor a hollandoknak kivédtem, akkor pont ez volt, ami így segített, hogy magamba tisztáztam, hogy nem vagyok hajlandó beszélgetni magammal, és hogy hagyjon békén, és üres fejjel szeretnék odaugrani, ahova jön a labda, és nem pedig vitázni magamba, hogy most ide fogja lőni. Jó, de az előbb is elmondtad, hogy ide lövi, de mégse odaugrottál, mert hogy azt gondoltad, hogy te tudod, és ő tudja, hogy te tudod. És hát igen, ez a fejembe sajnos így, még ha nem is tűnik olyan sok időnek, ami van ott az 5 méteres előtt, ez így lejátszódik, és így... Akartam kérni, hogy egy ilyen párbeszédet, ami a fejedben lejátszódik, azt hadd hallgassak már meg, de akkor ez volt az hát nagyjából? Hát ez általában ez, igen, hogy te elmondom, hogy hova megy, elmondom, hogy jó, ezt most jobb kézlaposra lövi. Jó, de mi van, ha ő tudja, hogy én tudom, hogy oda lövi, és ezért ő bal kézlaposra lövi, és aztán addig vacilálok még... hát rosszul döntök, és amikor pedig tényleg így teljesen kikapcsolom az agyamat és a gondolataimat, akkor pedig hát kivédem. De hát ez maradjon is így, hogy kivédem. De nyilván sok más azért, sok más tényező is van egy 5 méteresnél. Hát meg most ennél az 5 méteresnél azért a hollandok elleni utolsónál ott volt a Mihok-féle beszólás, nem hogy nagy legyél, ami most már szállóige lett, mert hogy minél többet takar. Igen, bár a Mihi mindig ezt kéri, neki hát nem is ez a mániája, de hát ez van, hogyha már ekkora vagyok, akkor mutassam is meg, és ezért mindig ezt hangsúlyozza, hogy legyek minél nagyobb a kapuban, ami teljesen jogos, mert a minél nagyobb vagyok, minél kevesebb helye van a labdának, de ott igazából az is nyilván segített, vagy rájuk néztem, és akkor láttam a szemükön, de
inkább az, hogy kikapcsoltam a gondolataimat. Pont akartam kérdezni, ha hiszed, hanem, hogy szemkontakt van-e ilyenkor, és hogy mennyit számít? Tudsz-e gyilkosan nézni? Hát a többieket kérdezni, biztos azt mondják, hogy tudok, de szoktam nézni a játékos szemébe, de hogy hogyan nézek, azt nem tudom. De igen, van. De van, hogy pont ezzel rontom el, hogy amikor nem figyelek rá, nem nézem a kifejezését semmi, akkor ki tudom kapcsolni a gondolatot, amikor meg a szemébe nézek, akkor egyből elkezdek agyalni, hogy most vajon miért nézett a szemembe, szóval ugyanaz a szituáció van. Szóval nem mindig az a jó, de most, ha így vissza kéne gondolni, hogy én a hollandon vagy a görögön, amikor kivédtem, akkor a szemébe néztem, mert nem tudnám megmondani. Ha már a görögöt hozott föl, ott volt egy másik momentum, ami elég vicces volt. Állítólag azt bemondtad előre, hogy most fejjel fogsz, ki fogod fejelni, és kifejelted. Tehát egy világbajnoki elődöntőben kifejeled. Igen, hát ez miért? Ez amúgy több oldalról lehet nézni, mert ugye már csak azt hiszem 1-2 másodperc volt, vagy talán 3, és a Nati beállt már a kapuba, mert van, hogy ilyenkor ugye meg szoktuk beszélni, hogy 1-2 mezőnyjátékos beáll a kapuba, és akkor ha esetleg egyből rálőnék, akkor minél kevesebb a felület. És akkor én így ránéztem a Nati, és mondtam, hogy figyelj, most ezt kifejelem. De valahogy ezt így amúgy belülről úgy gondoltam, hogy ha a fejen talál is kifejelem, szóval nem feltétlen az, hogy fejjel fogok védeni, hanem hogyha a fejemhez jön a labda, akkor kifejelem, nincs más sem, mert ez nem lehet gól. Szóval én ezt valamilyen szinten így értelmeztem, de valahogy a fejemben ugye ez meg, vagy így a tetteimen teljesen máshogy jött le, mert szó szerint kifejeltem a labdát, ami nyilván tök vicces volt. Kívülről vicces is lehet, meg eléggé olyan, hogy hát ez most elég beképzelt dolog volt. De azt gondolom, hogy szerintem nekem ez kellett abban a pillanatban. És az, hogy kimondtam, akkor nem feltétlenül arra gondoltam, hogy szó szerint kifejlem, de mégis ezt tettem. És szerintem ott így átkapcsoltam, és így vissza is tudtam jönni a meccsbe, és így nem tudom, nem is az, hogy magabiztosabb voltam, de hogy így valamiért ez most nekem kellett. Hogy nem tudom így konkrétan elmagyarázni, hogy miért, de valamiért, és mondom így, amikor kimondtam a Natinak, hogy én ezt most kifejelem, akkor is röhögött, bár tudja, hogy képes vagyok, mert engem nem nagyon zavar, ha fejen találnak, mert az nem lesz gól, de hogy úgy valamiért azt ott úgy tettem. De hogy konkrétan megmagyarázni, hogy miért, azt nem tudom. Te hallottad már René Higuitának a nevét? Egy kolumbiai focikapus volt, aki Scorpio védéssel védett egyszer, úgyhogy... Szerintem igen, a videó az megvan. Így a sarkával. Igen. Igen. Kézen állva a sarkával hát, védett. Azt még nem próbáltam meg. Mondjuk a vízben elég nehéz lenne. De hogy az emberek nagyon szeretik az ilyen kapusokat, akik teljesen váratlan és extravagáns. Higuita tényleg azért lett legenda, mert egy őrült volt a kapuban. Egyébként is a kapus az egy ne haragudj külön állatfaj. Igen. Ezt is sokan szeretettel mondják, hogy egy másik faj vagyunk. Hát van benne igazság. Azt gondolom, hogy egyébként viszont, ha meg azt nézzük, hogy a Bogi meg milyen, akkor ő meg teljesen a kis butha. Kis chilles butha, szóval is, de valóban én az örültebb kapusok felé vagyok és hajazok, és igazából engem ez egyáltalán nem zavar, szóval aki ezért máshogy néz rám, az így járt. Én azt gondolom, hogy a vízben is egy teljesen másik ember vagyok, a szárazföldön is, és a szárazföldön is mindenhol más vagyok. De én így élvezem a vízlabdát, és azt gondolom, hogy amíg én a kapuban állok, addig ilyen őrültnek kell lennem, mert én akkor vagyok jó, akkor már baj van, hogyha nem csinálok ilyeneket. De ez engem nem zavar. A szárazföldön hogy vagy egész más? Ez nekem egy kicsit skizofrénnek tűnik, amit mondasz. Igen, hát egyébként, ha azt veszük, akkor mondhatjuk, hogy az vagyok, mert nagyon sok személyiségem van. De hát itt gondolok arra, hogy azért én azt gondolom, hogy a magánéletben azért sokkal érettebbnek tűnök, mint akár vagy a vízben viselkedem. Szóval, hogy itt azért nem csinálok ilyeneket, bár itt is azért eléggé energikus vagyok. De nem már vagyok. Egy éretlen kapus, az nem szerez 23 éves korára ekkora érmet. Igen, de hogy úgy értem, hogy azért, hogy ha így egyszerűbben kell fogalmazni, tudok szépen viselkedni. Okay. Szóval ez olyan, mint amikor anyukám mindig azt mondta, hogy mi a hugommal ketten felérünk 6 fiúval, de a bölcsiből, az iskolában mindenhonnan azt a visszajelzést kapta, hogy én vagyok a legjobb, a legtüneményesebb, a legtöbb
többen, ő akarja mindig a legjobban, és hogy mennyire szépen viselkedik, és hogy hogy lehet ilyen egy kis angyal, és akkor anyukám meg mindig nézett, hogy ugyanarról beszélünk, és akkor így, és akkor jött haza, és akkor hát már megint téged dicsért az ofő, hát már megint te voltál a kedvence, hát meg így, aztán otthon pedig. Aztán otthon meg. Szóval így azért mondom, hogy tudok két ember is lenni akár, vagy több. De az igaz, hogy anyukád buszvezető volt, és a Margit-szigetre ő vitt téged edzésre? Hát még mindig az, de egyébként igen, volt, hogy vele mentem, amíg nem volt autóm, addig busszal kellett járnom. De ez döbbenet. És volt, de nem megbeszéltük. A 26-os buszt vezette? Hát igen, ahova beosztották, és akkor épp ott volt beosztva, de soha nem beszéltünk össze, szóval csak amikor én mentem az edzés, akkor na, szia anya, hello, akkor megvárom a következő buszna, mindegy. De igen, volt, hogy vele mentem be. És akkor nem kéreckedtél be, vagy behívott a fülkébe, és akkor... Hát, olyankor nem, de amúgy volt, hogy mentünk be vele mondjuk a garázsba, és akkor megnézhettük, vagy amikor kicsit idősebbek voltunk, akkor volt, hogy mentünk vele pár kört, és akkor, amikor szünet volt, bementünk, de amúgy engem annyira nem vonz ez a buszos dolog. Én anyának is mindig elmondom, hogy na ez az egy, ami biztos soha nem leszek buszvezető. És, hogy... és mi akartál lenni kicsiként? Hát egyébként mindig is a sport volt így az én szememben, de nagyon szerettem rajzolni, és amikor kisebb voltam még, vagy amikor dönteni kellett, hogy milyen suliba szeretnék menni, akkor is még azért eléggé a képzőművészeti volt az én szememben előrébb, de aztán végül... Feltettél volna arra mindent, hogyha hát, azt csinálod? Amúgy nem tudom, mert én tipikus olyan vagyok, hogy amikor kapok egy hét pihenőt is már egyből mennék az edzésre, hogy na jó, most már elég. Szóval, hogy így mindig is amellett így éreztem, hogy az nem lennék csak én. Azért szerintem a művészek általában nem olyan emberek, mint én. Ők is egy külön műfaj, de nem így utólag biztos, hogy jól döntöttem, 100%, de biztos, hogy nem bírtam volna, és szerintem az első év, vagy talán a fél év után mondtam volna anyának, hogy ezt inkább cseréljük. Rajzolsz mostanában is? Hát nem, már nagyon nem, és már sem ennyire, azt mondom. Mert eszembe jutott egy másik sportoló olimpikon, Majoros Bence pingpongozó, és akkor most már két olyan dolog van, ami összeköt benneteket, és akkor mondom a másikat, bár szerintem lehet, hogy tudod. Tudod? Nem. Oké. Okay. Akkor, nem, több olyan dolog van, mert mint mondtam, olimpikon, tehát van egy olyan dolog, ami összeköt benneteket, és ezek szerint te nem tudsz róla, a Lázár Tibi. Ó, mert hogy azt tudom, hogy te hozzájársz a Zsagárnak a dobosához, például Szilágyi Áronnal is ez a közös tulajdonságot, a Fogel Somával is ez a közös tulajdonságotok, és Bence is volt már egyszer-kétszer, nem tudom, hogy most hogy áll az a projekt, mert ő elég sokat utazgat, de hogy ő is. És hogy ez a dobolás dolog. Te tényleg elvitted Dohába a dobodat, és fölvitted a 5-re, vagy nem tudom, hanyadikra a szállodába? Hát a 25-dik állattunk, de nem, sajnos pár dolgot otthon hagytam, és a dobverő is ezek között volt. A dobot elvitted, ha jól értem, a dobverőt nem? Ilyenkor maximum ilyen, hát ilyen gumipad van, amin így lehet gyakorolni, mert ugye az halkabb, de nem... Maximum a dobberőt vittem volna, és akkor így párnán, vagy törölközön, vagy most egyébként a masszázságyon doboltam. De mivel otthon hagytam, így a Somától kellett kölcsönt kérnem. Mert ő magával vitte. Igen, és ő viszont a 41-en lakott, szóval még magasabban. De ő kölcsön adta nekem. Nagyon és szép hát tőle. Ezzel viccelődtem a Tibinek is, hogy na most akkor minden 5 méteres ki fogok védeni. De hát... Azzal nem viccelődtem, hogy szegénynek nem hoz szerencsét, hogy kölcsön adja nekem, szóval így kicsit sajnálom is. Mert hogy ennek a dobnak nem az az értelme, hogy tök jó kikapcsolsz, hogy dobolsz, mert ez egy újfajta hobbi, hanem az az értelme, és mondtam ilyen neveket is, hogy sportolók járnak Tibihez, azért, mert hogy ez nagyon sokat segít a ritmusérzékbe, a függetlenítésbe. Folytasd kérlek, hogy miben segít még. Hát magamon a koncentráció, hogy az egész meccsen tudja koncentrálni és fókuszálni, és nekem nagyon sokat segített abban is, hogy amikor például
elrontok valamit, vagy kapok egy gólt, hogy utána minél gyorsabban tudok felállni és menni tovább. Mert azt gondolom, hogy amikor ugye elkezdtem a dobolást, nyilván még most sem tartok azért de nagy, nem vagyok nagy dobos. Mikor kezdted? Hát a Japán után, a VB után kb. Egy hónapra, másfél hónapra. És azt vettem észre, hogy ugye ott minden olyan volt, mint nem tudom, úgy tudok például azért, mint amikor elkezdtem a jogosítványt, hogy ennyi mindenre kell figyelni, úristen, ma meg már beülök, azt egy kézzel elmegyek. És hogy tényleg így fogtam, hogy ne csúszson ki a kezemből, most jól fogom, a csuklómmal, ne így karból, stb. És ugye ott is, hogyha elrontottam, akkor az elején így, aj, nem hiszem el, aj, ment az idő ezzel, hogy örültem magamon, stb. És szerintem ezt így tökre így megtanította a Tibi is, meg nyilván sok mindenki tanítja ezt, hogy egyből fel kell állni, de hogy így most már, ha elrontom, akkor csinálom úgy, mintha nem történt volna semmi. És ezt is szerintem tök jól át tudtam vinni, hogy gólt kaptam, jó, oké, nyilván utálok gólt kapni, és... De nem. A zene megy tovább. Igen, de hogy most már azért sokkal könnyebben túlteszem magam rajta, és azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segített. De jó. Tehát egyébként ugye ezt a Tibi találta ki, és ő kereste meg, azt hiszem, az Áront először, hogy neki már nem tudom, 2012 óta talán, London óta volt egy ilyen gondolata, hogy szerinte a dobolás az tud segíteni a sportolóknak. Egyébként ritmusérzéked az neked? Az jó? Tehát az egy kapusnak kell, hogy jó legyen a ritmusérzéke? Hát ezt a Tibit kell kérdezni. Hát azt gondolom, hogy azért van, és szerintem nyilván jó, ha jó, de most így erre nem tudom őszintén a választ, hogy tökéletes. Nagyon fontos abban, amit csinálsz, tehát a védésben nagyon fontos a ritmus. Igen, de szerintem a reflex az még fontosabb. És szerintem nyilván azt is fejleszti, bár mondjuk azért meg elkezdtem boxolni, hogy az még többet fejlődjön. Kickboxolni, nem? Igen, kickboxolni. Bár most már nem voltam még, de majd szeretnék menni. De, Jézusom, igen. Kicsit messzebb ülök mindjárt. De azt is nagyon élveztem, és ez is olyan volt az elején, hogy úristen, mennyi mindenre kell figyelni, hogy forduljon a láb, stb. Most lehet, hogy megint újra annyira kéne figyelni, mert ott is azért szerintem egy 6-szor voltam, vagy 7-szer talán. De hogy ott is ugyanez, hogy menni kell tovább, nem szabad feladni, nem szabad azzal foglalkozni, hogy mi volt a rossz, stb. És nyilván ez a kettő azért elég sokat tud segíteni. Nem feltétlenül csak az 5 méteres védésben, de nyilván abban is. Milyen extrém dolgokat csinálsz még? Jó, a dobolás nem extrém dolog, de mondjuk egy pólókapusnak hát, a kickbox az szerintem már igen. Dolog a dobolás is, mert szerintem az is olyan, hogy nem akárki megy le, és akkor kezd el dobolni, vagy nem bármilyen. Nem tudom, nekem a zene az így kb. Ekkora korom óta így az élet része, úgyhogy... Nyilván igen, kinek mi. Kinek mi, igen. De a kickbox az nekem extrém. Igen. Hát igazából ennyi, amit így csináltam, csak így ennyi, nagyon ez fért bele az időbe, így az edzések mellett, de még ugye azért eljártam külön kondizni is, ugye külön személyedzőhöz, és akkor így ezekkel próbáltam így felépíteni magam, hogy a felkészülésre jó állapotban legyek, és nyilván ugye a dobolás azt tudtam még kint is, szóval a Tibivel volt kint online órám is, és akkor így megbeszéltem az Ákival, a Gyúróval, hogy esetleg a szobáját kölcsön kérhetném, mert ő szokott lemenni kondizni, és akkor amikor ő kondizott, én az ő szobájába tudtam dobolni, és akkor így nem zavartam a Zsuzsit se, ugye tudott aludni, meg én, és akkor így meg tudtam csinálni, és akkor tudtam utána pihenni. Egyébként csak magadban dobolsz, vagy zenére is szoktál? Hát egyébként magammal, meg ugye én a Tibivel inkább ilyen feladatokat csinálok, szóval hogy ő így elmondja, hogy mit doboljak, és akkor, vagy megmutatja, és akkor azt szoktuk csinálni, és akkor ezekből szokott lenni olyan, hogy 2 perceket csinálok, vagy akkor mondjuk van egy feladat, hogy váltott kézzel, és akkor minél tovább kell tudni, vagy hát csinálom, amíg tudom, időre megy, és akkor ugye, amíg nem rontom el, addig megy, és akkor ez is egy ilyen nagyon, szerintem nagyon sok mindent fejleszt, hogy mennyire kell ott is koncentrálni, hogy össze ne érjen az a 2 dobverő. De még nem mondtuk azt is, hogy a gyengébb kezet is fejleszti. Igen, igen. És az is szerintem nagyon sokat számít. Ugye a boxban is, a kickboxban is azért is örültem, hogy azt is elkezdtem, mert ott is azt éreztem, hogy a bal kezem is sokkal jobb. Van, hogy jobb szerintem, mint a jobb kezem, tényleg. Szóval így ilyenek miatt is.
meg hát így alapból így tényleg így nagyon jó érzés, amikor a Tibivel vagyok, akkor egy óra, az felér egy pszichológussal is, mert mindig mondom, hogy annyi mindent megbeszélünk, hogy a végén itt tényleg így tök így leesik a teher róla, meg minden jó is, rossz is, és ott hagyom a kis terembe, és akkor megyek tovább a dolgomra. De azt gondolom, hogy amíg élvezem, addig csak segítségemre lehet. Ugye a Zsagárnak meg a Bucinak volt a dobosa, te szereted ezeket a zenéket? Milyen zenéket hallgatsz különben? Hát igazából én így mindenfélét, én azért ennyire nem vagyok jó a zenész dolgokban, meg így a zene számokban sem, meg szeretek énekelni is, de hát hangom az nincs, szóval ezt inkább nem. A Mihi énekeltetett titeket, igen, tényleg? Igen. Edda kör közepén, igen, állok. Hát úgy volt most, hogy a felkészülés úgy csináltuk, hogy megbeszéltük, hogy például a kondi, vagy amikor utazunk, és akkor csak magyar számok mehetnek. És akkor ugye azokat így tanulgattuk, és aztán Martfűn azzal az ötlettel jött, hogy akkor most nem tudom, 6 darab számot meg kell tanulnunk kívül, és hangosan énekeljük. És akkor, amikor a meccsre mentünk, akkor ezek a számok szóltak. És a buszban? Igen, a buszban, és akkor mi énekeltük hangosan, meccs előtt, meccs után. Közösségépítő. Igen, egyébként. Melyik volt a többi? Kör? Kör? Hú, a címekben sem vagyok jó, de a Adj helyet magad mellett. Igen, a bikini. Bikini, igen. Húha, lehetek én is. Oké. Oké. Akkor mi volt még? A Charlie-tól volt még egy, vagy az az Adj helyet magad mellett? Nem, az a bikini. Az a bikini. A Charlie az ilyen jégdupla viszki, meg nem, ilyesmi. Az nem, a másik. Mindegy. Mindegy, ilyen igazából, aha, ilyen, jó, szóval igazi, ilyen a 67-es magyar úton ilyen igazi, aha, retro magyar, aha, zenék, aha, és akkor ezeket énekeltük, és akkor ez így tényleg így tök jó volt, így hangulatos is volt, meg amúgy nyilván a szövegének is volt mit értelmezni, és akkor így nyilván, aha, mindenkinek úgy jött le, ahogy lejött, de azt gondolom, hogy a lényeg az mindenkinek ugyanaz volt. Miben jó? Hát, miben jó? Mert szerintem ezek a csapatépítő tréningek, nem minden edzőtől, igen, ről hallom azt, hogy hát igen, ennek. Az biztos, hogy ezekben ő nagy király, és tényleg olyan dolgot tud kitalálni, ami nagyszerű csapatépítő. De szerintem ebben biztos, hogy nem is az, hogy elhiteti rólunk, hogy mi vagyunk a legjobbak, de hogy megmutatja, hogy legyünk a legjobbak, és hogy együtt hogy legyünk a legjobbak. Szerintem abban a legjobb. Tudod, mi volt a furcsa, hogy az EB-n én nem láttam ezt a sodró akarást és lendületet, és rajta sem láttam, pedig, igen, biztos, hogy belül megfeszült, de nem lehetett látni a tévén keresztül, ahogy néztem a parton, úgy mint hogyha figyelte volna a dolgokat. Igen. Hát, a VB-n meg tök más volt, igen, mindenki. Igen, én is éreztem ezt, és hogy ő is nem olyan Mihis, mint amilyen. De igen, szerintem kívülről is látszódott az EB-n, hogy ott nem az igazi önmaga volt ő se szerintem, nyilván mi se. De hogy én is ezt éreztem, de aztán meg teljesen Mihis lett. És tényleg mindent úgy csináltunk, ahogy ő bárhogy ezt alkalmazta, bármelyik csapatánál, akikkel azért elég szép eredményeket ért el, akár csak Univerziádé, vagy az újvárosiakkal, hát is. Hát újvárost fölépítette. Persze, nyilván. De hogy így sokkal mihisebb volt, és szerintem így az ő, ahogy ő amilyen mihis, azzal tudta kihozni belőlünk a VB-n. És szerintem neki is még azért az EB-n ott volt, hogy új szerepkör, stb. Meg azért nyilván lehet mondani, hogy az EB-n is lehetett volna az, hogy megnyerjük meg mindent, de szerintem azért bárki mond bármit, nem volt azért annyira sok időnk az EB előtt így ilyen meccseket játszani. Szóval nekünk egyből úgymond egy főpróba volt az EB, és egyből 3 olyan meccs volt, ami azért mindenki tudja, hogy egy-egy gólon múlik, dől el, hogy ki nyer épp, és szerintem azért ezt is meg kellett élnünk. Az első meccs volt a görög az EB-n, hogyha jól emlékszem, igen, és ott jók is voltatok sokáig, és ilyen, igen, nagyon pariban volt, igen, a két csapat, aztán a végén az, igen, elment, na akkor most mi lesz, és akkor érezhető volt egy ilyen... Hát igen, sajnos az ott mindenkinek szerintem egy ilyen hatalmas pofon volt, és sajnos abban nem tudtunk könnyen felállni, és szerintem nyilván, de még mindig azt mondom, hogy ez kellett.
És nyilván nagyon rossz érzés, mert mi, mint minden sportoló, minden csapat úgy megy, hogy meg szeretné nyerni, vagy minél szebb helyezést szeretne elérni. De azt gondolom, hogy a Sanyi is, meg a Mihi is ezt, amikor az EB után voltunk, akkor ezt nagyon jól elmondta nekünk, hogy ehhez ez is kellett, ehhez az ezüsthöz. Sőt, mondok mást, hogy szerintem ugye kudarcban ismerszik meg a csapategység, vagy kudarc után, és lehet, hogy ebből a szempontból is jó volt. Én a férfiakkal beszélgettem, amikor még nem voltak túl ezen a világbajnokságon erről, és akkor nem tudom, talán Zalánki Gergő mondta, hogy vagy a Jansik Szili, hogy majd akkor, amikor elérünk egy rossz eredményt együtt, akkor is akkor vajon így fogjuk szeretni egymást? Mint világbajnoki címvédőként, meg mikor minden megnyer az ember. Szóval ti túl vagytok egy ilyenen. Akkor innentől már csak, mert már tudjátok, csak hogy jó. Mi az, amikor a gödörből kell kiszállni. Hát igen, azért is mondom, hogy ez is kellett hozzá, ezt is meg kellett élni. Nyilván nehéz, meg rossz, mert mégiscsak jobb lett volna, hogyha nyerünk ott is egy szép érmet, de ez most... Ennek így kellett történnie. Ez így meg is történt, ezen már nagyon változtatni nem tudunk, és hát igen, amit mondtál, az a legfontosabb szerintem, hogy utána együtt, kézen fogva felálltunk, és megmutattuk, hogy mire is vagyunk képesek. És nyilván ez sem volt tökéletes, de szerintem azért kívülről az jött le, hogy ez egy csapat. Említetted már egy fél mondatban, hogy neked ilyen tök automatikus volt kiskorod óta, hogy sportolni fogsz, mert hogy, és akkor most a másik fele a mondatnak jöjjön, mert hogy sportoló volt egy csomó mindenki a családban. Nagymamád ifjúsági világ és Európa bajnok diszkoszvető. Ez az azért így, amikor így hallottam, azt mondtam, hogy na ez igen, de mi az ő sztória? Hát igen, sportos családból származom, és ezáltal azért az egyik példaképem az mindig is a mamám volt, és lesz is, és mai napig emlékszem, amikor kicsiként bementem papa irodájába, a szobájába, és akkor ott van még a régi újságban, amikor a mamám megnyeri az Európa-bajnokságot, és épp fogja a diszkoszt, és akkor hajítja el. Az nem tudom, hogy az pont az a pillanata, amikor azzal nyeri meg, de hogy ott van a képen, és hogy úristen, mindig nézem, hogy mama... És ez mikor ilyen picike lány voltál, akkor is láttad már ezt a cikket? Igen, ez akkor mindig ott volt, és akkor sokat beszéltünk róla, de mégsem volt így erőltetve, vagy hogy azt gondolom, hogy sosem az volt, hogy akkor na most neked sportolnod kell, most neked sportolónak kell lenned, stb. Főleg, hogy nyilván emellett azért a nagyszüleim, hogy sportoltak, elég jól tanultak is, és... A nagypapád is sportolt ezek szerint? Igen, de azt hiszem a papám ő nem ilyen válogatott szinten, de vívott, és sosem az volt, hogy neked most sportolnak kell lenni, hanem szerintem úgy voltak vele, hogy amit élvezek, azt csinálja. Nyilván ez most viccesen jön ki, bár úszni sose szerettem, de mégis úszni kezdtem el leghamarabb. De nem volt így erőltetve. Hiába ért el mamám ilyen szép eredményeket, és sajnos egy sérülés miatt ugye korán abba kellett hagynia. Aztán úgy... Ha jól emlékszem, utána lett a TFN testnevelés tanár, és akkor így, meg például a mamám, anyukám is úgy járt gimnáziumba, hogy azt hiszem papa is, meg mama is ugyanott tanított, vagy lehet, hogy papa volt az igazgatója az iskolán, szóval hogy tényleg azért nekik a tanulás is azért elég magas szinten volt, és papám ugye fejlesztőpedagógus, szóval ő is azért ott van a toppon, és ez mindig is adott egy példát azért az élet útvonalamon, hogy... Akkor hogy te is jó tanuló voltál? Azt azért nem mondanám. Dicsértek az óvónénik, meg a tanárok. Hát egyébként volt, hogy kaptam ilyen jó tanuló, jó sportoló díjat, meg ilyeneket, de nem voltam kitűnő tanuló, és egyébként nem is várták el, még annak ellenére se, hogy nekik tényleg azért a tanulás az lehet még magasabb, és nagyobb elvárásokkal is lehetett volna, mint a sportolás. Azt várták el, hogy azért tanuljak, figyeljek oda, igyekezzem megoldani. Azért én ugye elég fiatalon már 13 éves voltam, amikor először 14 már lehet, amikor az első Európa-bajnokságomra mentem az utánpótlásra, ugye 98-es születésűekkel, és ezáltal elég sokat hiányoztam az iskolából, sőt, hát szerintem
4 év gimnáziumi év alatt 1 évet, ha voltam szerintem, ha összeadnánk, tényleg így mindig csak annyi, hogy igazolatlan, és hát igazolatlan, de hogy így, mit tudom én, 20%-ot lehet hiányozni, de én már 60-nál tartok, és azért, mert épp Új-Zélandon vagyok az EB-n, aztán hazajöttem, és 2 hétre mentem a 99-el Madeirára, szóval, hogy így tényleg így nagyon durván sokat hiányoztam. Nem mondom, hogy emellett nem lehettem volna kitűnő tanuló, de hát nem lettem. Egyetem meg ilyesmi. Hát igen, az egyetemet is elkezdtem itt a TFN, az edzőit, de ez hamar véget ért. Igazából én azért is fejeztem be, úgymond, vagy passziváltattam, mert én nem úgy szeretném megkapni ezt az edzőit sem, hogy azért, mert hogy most akkor netán most megint nyerek az olimpián valamit, és akkor a kezembe adják, hanem szeretném rendesen megcsinálni, és úgy gondolom, hogy most nekem az én kapacitásaimhoz nem fér bele az, hogy még az egyetemen is jól teljesítsek, és én nem szeretnék csak így... De akkor pályafutásod után tervezed elvégezni, mert hát úgy hallottam, hogy szövetségkapitány is lennél. Az, dehogy, ki mondta ezt? Ezt olvastam. Ezt olvastad? Hát az egy hazugság, én az biztos, nem soha szövetség. Nem lennék az. Soha nem vennéd el Mihéktől. Hát nem azt, hogy nem venném el Mihéktől, de hogy én azt nem bírnám, én agyvérzést kapnék az első keretszűkítésnél szerintem. De akkor nem edző sem akarnál? De edző, nagyon kapus edző szeretnék lenni, de az is inkább a fiatalabbaknál, szóval ilyen gyerek, serdülő korosztály, még talán az ifi. De hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni, nem pedig szövetségkapitány lenni. Okay. De hogy azt is szeretném normálisan megcsinálni, most csinálok egy ilyen, hát már ugye nincsen OK, de egy ilyen edzőit csinálok, ilyen online, és akkor így, hogy valamit azért mégiscsak, de mégsem olyan nagyok az elvárások. De mindenképp szeretném az olimpia után itt a TF-en is újra elkezdeni befejezni az edzőit, mert azt gondolom, hogy azért az fontos, hogy a sport után is egy... Nem az, hogy után, de hogy azért legyen egy papírja az embernek, egy végzettsége, de erre is azt mondom, hogy szerintem ezért sem volt feltétlen az, hogy most akkor kitűnő tanuló kellene, stb., mert a mai világban már nem feltétlen azok dolgozzák azt is azt, amit akarnak, akiknek megvan, hogy akkor most mesterdiploma, diploma, ilyen diploma, hanem már elég sok más minden is befolyásolja ezt, hogy ki mi, hogy kezdi el a munkát. De nyilván azért szeretnék, szóval nem szeretném. Mamáik is biztos örülnének neki azért, hogyha megmutatnám a diplomámat, de nem az van, hogy most akkor minden áron diplomás legyél, vagy kitagadunk a családból. Veled nem van egy ilyen furcsa meglátásom, aztán lehet, hogy tökre nem igaz, de hogy minden kicsit korán történik veled. Tök menő, hogy 13-14 évesen Új-Zélandra meg Madeirára utazik az ember, tehát hogy olyan helyekre jutottál el fiatalon, aztán nagyon fiatalon lettél felnőtt kerettag, válogatott kapus. Hány éves voltál? Szerintem 19 éves, amikor bemutatkozott, 18. Még a Trieste olimpiai kvalifikációs versenyen is, ahol berobbantál, szerintem még nem töltötted be a 19-et. Igen. Tehát az is korán történt, és most pedig a kapujában vagy egy másik nagy eseménynek, hogyha jól tudom, akkor 23 évesen bekötik a fejedet. Ne, igen. Jól tudod. hogy ezt te érzed úgy, hogy ennek most kell megtörténnie? Hát igazából erre is céloztam, amikor mondtam, hogy a szárazföldön egy teljesen másik ember vagyok, hogy... Sokkal érettebb vagyok szerintem a koromnál, és nyilván közrejátszik az, hogy már nagyon fiatalon felnőttek között voltam, mert én ugye amikor a Honvédban elkezdtem vízilabdázni, és ugye... Back voltál, nem kapus? Igen, back voltam, és az volt az álmom, hogy olimpiai back leszek, de hát ez nem jött össze, olimpiai kicsit backebb lettél. Igen, kicsit hátrébb kerültem, de hogy ugye már akkor is felnőttekkel edzettem, egész életemben felnőttekkel edzettem, mert ugye a Honvédban kb. Abban a 10 évben, amit ott töltöttem, ugye ugyanaz volt a gyerektől kezdve a felnőttig, ugyanaz a csapat volt. Szóval így mindig is sokkal, hát hogy mondjam, sokkal idősebbnek éreztem magam, talán így tudom kifejezni, mint ami akkor voltam, és hát alapból én úgy gondolom, hogy mondhatják azt, hogy nagyon fiatal vagyok, stb., de én úgy gondolom, hogy így szeretném leélni az életemet, hogy ebben a korban élem át ezeket, és ilyen fiatalon. De hát
Kinek... Van benned hedonizmus? Nem falod a jót, az ne, életet? Nem. De igazából, ha belegondolok, akkor most én ilyenkor születtem. Anyukám 23 éves volt, vagy 22. A nagymamám is, amikor a nagybátyámat szülte, akkor ennyi idős volt. Szóval, hogy így a mi családunkban viszonylag azért fiatalon történtek ezek. És azt gondolom, hogy én pont szerintem ezért is lehet, hogy jelzem ezt, hogy ugye, ahogy mint mondtam, hogy már 10 évesen, amikor elkezdtem is, már 27, 6, 30 évesek között edzettem, hogy mára már úgy érzem, mint ha én is annyi lennék, és hogy valószínű ezért is hozza ki belőlem ezt, hogy egyáltalán nem úgy érzem magam, most nem is tudom, hogy milyen, mert hogy 23 évesnek érzem magam, de hogy nem azt érzem, hogy most én nem minden nap azon töröm a fejem, hogy menjek el bulizni, mikor mehetek bulizni, mit tudom én. Szóval, hogy én már így ezekből teljesen, de fiatalon sem voltam egy ilyen nagy bulis típus, de hogy így én inkább jobban szeretem akkor azt kigondolni, hogy mit főzzek ebédre. Vagy hogy hova menjünk el kettesbe, vagy hogy mit tudunk együtt a családdal csinálni. Szóval soha nem ez a másik, mert szerintem elég nagy a 23 évesek között is, vagy már a fiatalabbak között is van, aki tényleg a bulizásnak él, meg valaki meg már anyuka. Aha. És azt gondolom, hogy én inkább vagyok ez a réteg. Hogy... És mi a legfontosabb dolog az életedben? Hát a családom. Én azt gondolom, hogy bár amikor elkezdtem vízilabdázni, egyből szerelem volt, és egyből tudtam, hogy én nekem ez a mi... Csak úszni ne kelljen? Csak úszni ne kelljen, igen, de hogy ez volt az, amikor emlékszem, az első edzés után úgy mentem haza, hogy anya, megtaláltam a sportomat, én olimpiai bajnok szeretnék lenni. És ez például az úszásnál, a kosárnál nem így volt. Nyilván azt is próbáltam akkori énemhez 100%-osan csinálni, mert én úgy szeretem, de sosem úgy mentem haza, hogy ezért bármit feláldoznék. Amikor meg a vízlabda volt, akkor emlékszem, hogy ugye sokat jártunk a nyaralónkba, még így a kis családdal, és akkor például én egy csomószor nem tudtam menni, de inkább azt mondtam anyának, hogy akkor majd én lehévezek külön, de hogy visszaérek az edzéseim, visszamegyek. Ha kell, kisétálok, autóval se kell értem jönni. Szóval, hogy így tényleg így nagyon sokat, nem is azt, hogy feladtam, vagy a vízilabdára szántam, de hogy így tényleg így az volt az első, amire azt mondtam, hogy ezt előrébb tudom helyezni mindennél. Hogy nagyon sok szülinapról lemaradtam, hát az ünnepek azok olyan, hogy van mindenki. Ha ünnep, akkor nem edzem. Persze, nem edzek. Vagy épp a repülőtéren jövök haza a világligáról, vagy bármilyen. Szóval így azért elég sok mindent áldoztam, szerintem. Nyilván mások is, nem csak én, de hogy így azt gondolom, hogy nekem most kezd fontosabbá válni az, hogy egy a család és a saját családom is. Párizs, megérkeztünk, mert annyira rohan az idő, hogy muszáj Párizs, tehát nem engedlek el itt innen addig, amíg nem beszélünk egy kicsit, és hogyha már azt mondod, hogy te mindent erre fel tudsz tenni, és nem is igazából áldozatnak éled meg, de valójában pedig fel kellett áldozni egy csomó eseményt, mondjuk azt, a sportolásért, az élsportért, mi mindent áldoznál Párizsra? Vagy mennyi mindent fog kelleni áldozni? Vagy mit tennél föl, hogy meglegyen egy párizsi aranyérem? Egyáltalán aranyéremben gondolkodsz, te kimondva? Hát, én azt gondolom, hogy kimondani bármit ki lehet, de én annak örülnék, ha minél szebb helyezést érnénk el. És nyilván ez akkor a legjobb, hogyha minél följebb van, és akár a dobogóra állunk. Most ki lehet mondani, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni, de amit mondtam az elején is, vagy amit beszéltünk, hogy itt egy-két gólokon múlhat ez. Vagy bármin. És ezért nyilván az a cél, meg le van írva a kis füzetemben, hogy olimpiai bajnok leszek, blablabla, bla, bla, stb. De én azt gondolom, hogy most úgy kell hozzáállni, hogy tényleg a soron következő mérkőzéseket kell megnyerni. Mert ahhoz, hogy arról tudjunk beszélni, hogy én olimpiai bajnok legyek, ahhoz egy nem könnyű negyed döntőt meg kell nyerni, igen, előtte, ami már akár felérhet egy döntővel is, mert az is lehet, hogy olyan ellenfelet kapunk, amit azt úgy tudnád elképzelni, hogy a döntőben találkozunk. Lásd Hollandia a VB-n. Hát például. Szóval így nyilván
az a vágyam, hogy olimpiai bajnok legyek, mert ugye ez nem történt meg, még csak a dobogóra álltam, de az még nem történt meg, hát csak, de hogy, hogy az még nem. De én azt gondolom, hogy erős nagyon sokat beszéltünk, hiszen ez is, ami átváltott legalábbis az én fejemben, hogy, hogy nem feltétlenül azt kell hangsúlyozni, hogy akkor most mi megnyerjük, világbajnokok leszünk, Európa bajnokok, olimpiai bajnokok, hanem hogy tényleg, hogy azzal foglalkozunk, ami jön, és a következő mérkőzéssel. És tényleg nyilván szeretném, nehogy azt higgyék itt, akik nézik, hogy ezt nem is akarom, hogy például bajnok nem minek megy az olimpiára, de azt gondolom, hogy amit nem is tudom, mikor nyilatkoztam, hogy, hogy a hitet kell felemelni, és az egót elengedni. Ugye ez kérdezték, hogy egy-két szóval mondjam el, hogy mi volt jellemző a csapatra, és ugye ezt mondtam, hogy szerintem ebben tudtunk a legtöbbet fejlődni, hogy a hinni ugyanúgy kell benne, hogy ez megtörténhet, de ez majd, ha megtörtént utána, akkor beszélgethetünk róla. Ahhoz képest, hogy a kamerákat mennyire utálod, szerintem egész jól beszélgettünk most 3-4 órán keresztül. Köszönöm szépen. Köszönöm. Magyar Ilda volt a vendégünk.